Hát elvileg most akkor látnotok kéne egy útrang felvételt, látjátok? Igen. Jó, tehát először normál sebességgel végigmutatom. Ez egy jobb lebeny, amiben jó néhány cisztikus terület van. Elsőbb erre a itt lévő nyíllal jelöltre érdemes figyelni. Gyakorlatilag van egy méret határa, ameddig normálisan előfordul cisztikus terület a pajzsnyiben, ezek egy ilyen makrofollikulusnak felelnek meg. Ezt azt gondolom, hogy vétek kórosként leírni egy útrangleleten. Most a lassított felvételt mutatom. Egy kicsit visszamegyek ide, mindjárt egy pillanat. Tehát ez a jellegzetesség ennek a komettél artifaktnak, hogy gyakorlatilag egy cisztikus területen belül van egy ilyen amorf vagy tűzcsóvaszerű, majd lesz olyan példa, amikor tényleg az akad klasszikus példát lehet mutatni. Ez gyakorlatilag egy cisztikus területen belül, de ugyanitt van a nagyobb göbnél is, ezeknek nulla jelentőség. Ha pontszerűek, ha kicsik, olyanok, mint a mikrokalcifikáció, akkor is egy cisztikus területen belül mikrokalcifikációról nem lehet szó. A másik, ami ide tartozó dolog, hogy ezeknek a mérete, megint megállítom egy pillanat most, ugye innentől idáig van 1 cm. Tehát ez gyakorlatilag egy 6-7 méteres eltérés. Ezt például az EU-tirazba le kéne írni, állítólag a cisztikus göböknél, ha csak nem szimpla ciszta, ami biztos, hogy a gyakorlati életben nem stimmelne, mert hát ez ebből csak beteget gyártunk az egészségesből. Tehát ilyet gyakorlatilag bárkinél 40 fölött szoktunk látni, 20 év fölött is elég gyakori. Tehát ez gyakorlatilag ez egy szimpla cisztikus eltérés, aminek nincsen jelentősége. Most hát ez volt gyakorlatilag az első, aminél erre a kicsire próbáltunk fókuszálni. Akkor mutatom a következőt. Hol vagyunk? Eltűntem. Most mit láttok? Semmit. Most semmit? Jó, egy pillanat. Most láttok? Igen. Most látjátok az útrangot, jó, akkor visszamegyek az elejére. Tehát ugyanabban a lebenyben vagyunk, a jobb oldalon, és most ezt a nagyobbik göbről fogok beszélni. Itt például nagyon szépen lehet látni ezt a... Ugye megállítom, visszamegyek. Egy pillanat. Tehát ez a klasszikus tűzcsóva. Tehát itt van egy ilyen kis fehér, fényes akármi, ugye ezek kolloid kristály akarna lenni, aminél a műtermék ez a farok. Ez a koreai rendszer szerint azt lehet mondani, ők azt mondják, hogy ez 100%-ban jó indulatú, azért az a gyakorlat nem ezt támasztja alá, de valójában ahol ilyen komettél artifaktot látunk, az egy klasszikusan jó indulatú elváltozás szokott lenni, akkor is, hogyha a göb más részeiben gyanú van. Nyilván nem 100%-ban, de ez az a eltérés, ami egy klasszikus jó indulatú elváltozásnak a megfelelőjét jelenti. Most itt látjuk mozgó alakban. Hát gyakorlatilag, mondom, ezek nagyon jellegzetesek. De gyakorlatilag, hogyha nem lenne ilyen farka, de ilyen cisztikus terület, ugye ez a fekete, ez mint szimpla folyadék. Ha ilyenen belül látunk, ez egy mikrokalcifikáció is lehetne, amire most itt rámutatok, ha szöveti állományon belül lenne. De folyadékon belül nem lehet. Most a gyakorlati probléma az, hogy egyre szuperebb útrangoknál van ez a overharmonizációnak nevezem, meg nem csak én, mások is annak nevezik, hogy annyira próbálják széppé tenni a képet, hogy nagyon sokszor a kifejezett EHO-szegénység és a ciszta közötti átmenet eltűnik. Tehát láttam már nagyon jó radiológus leleténél, ahol egy cisztában írt le mikrokalcifikációt, mert valójában annyira nem lehet elkülöníteni egy folyadékot tartalmazó részt. Én nagyon szeretem, meg a gyakorolt útrangosok is inkább szeretnek egy kicsit gyatrább beállítást használni, mert a lényeges dolog, hogy a cisztát el lehessen különíteni a kifejezett EHO szegénytől. Tehát mondom, ez egy egyszerű ciszta, ezek a pöttyök, ezek egyértelműen jó indulatú típusú dolgok. Most ugyanennek a hosszmetszetét látjuk. Most erre akarom fölhívni itt a figyelmet. Ez gyakorlatilag egy szöveti fragmentumban helyezkedik el, de amikor közvetlenül előtte folyadékot tartalmazó rész van,
az gyakorlatilag minden esetben egy jó undatú figurának a jele, és nem mikrokalcifikációnak. Ha megnézitek, itt is van egy ilyen szöveti fragmentum, ennek se a hátsó részén van, a dorzális részén, a ventrális cisztával határos részén. Ez gyakorlatilag megfelel ennek a back wall figurnak. Ha ez pontszerű, és az ember túlértékeli, akkor föl lehet idegesíteni bárkit vele, hogy mikrokalcifikáció, ez nem az. Mondom, így nézhetnek egy mikrokalcifikáció, hogyha egy szöveti állományban lenne, de itt közvetlenül előtte folyadékot tartalmazó rész van, ugyanúgy, ahogy ennél is. Még egyszer, ugyanezt, amit az előbb mutattam, lehet látni, ezt könnyen félre lehet értelmezni. Itt egy következő, ha megnézitek, közvetlenül előtte itt van egy kis fekete rész, ez megint egy ciszta mögötti hangerősítés, vagy ez a back wall, posterior figure caused by back wall enhancement, ez a pontos megnevezés, ezt nem tudom magyarra, hogy kéne lefordítani, tehát ilyen hátsó, ciszta hátsó fali hangerősítés, ez egy klasszikus műtermék, tehát ez a Comet-tail artifact, ami a cisztában van, ez egy valós képlet, ez egy korroid kristály, ez, ami a ciszta fal mögött jelentkezik, ez valójában nem létezik, ez egy útrang műterméknek tekinthető. A jelentőség, mondom azt, hogy ha félreértelmezik, akkor gondot jelenthet. Hát pedig szokták leírni kórosnak. Nem, ugye az egész, az egyik vele ennek a pajzsnyi útrangnak az a mikrokalcifikáció és a nem mikrokalcifikáció elkülönítése. Azért fontos ezekkel tisztában lenni, mert tehát ez tényleg fölösleges beavatkozásokra, egyebekre vezethet. Láttok megint a képet? Útrangot? Igen. Az van, jó. Tehát most ugyanennek a betegnek a baloldali lebenyét mutatom, egyre normál sebességgel. Van egy nagy cisztikus gömb, ami dominálóan szorít, de azért jó néhány ilyen fekete cisztikus terület van benne. Hát erre azt kéne elérni, hogy dominál olyan szolíd, cisztikus részeket tartalmazó gömb. Na most már kicsit lassítva. Tehát klasszikusan ez a back wall figure, ez ilyen vonalszerű tud lenni, attól függ, hogy mi van előtte például. Vagy éppen ebben a részben, ebben a ciszta falban van egy sűrűbb állomány, tehát pontszerű és vonalszerű is lehet. Nyilván a vonalszerűvel nincsen gond, mert azt nem fogja senki mikrokalcifikációnak nevezni, de ezeket már nevezhetik annak. Tehát például ennél a betegnél ez egy másodvéleményre jött, azt mondták, hogy nagyon gyanús mikrokalcifikációval tele lévő göbe van, miközben valójában ez is itt előtte egy cisztikus terület mögött van. Aztán itt van egy felritkult rész, próbálom egy kicsit élesebb helyen megállítani. Itt. Ezek nagyon jellegzetesek, tehát nagyon kicsi cisztikus terület van, és mögötte itt egy vonalszerű fényes, itt ez már egy pontszerű, de mondom, előtte cisztikus rész van. Ez a klasszikus jellemző ennek a bizonyos back wall figurnak. Hát elben ennek nagyon sok problémát nem szabadna okozni, de például itt most megállítottam, majd erről még beszélek, itt most pontszerűnek tűnik, hogyha megyünk tovább, itt meg kezd vonalszerűvé válni. Tehát valójában egy mikrokalcifikációt, akárhogy nézek, az mindig egy kicsit pöttyszerű. Most erre akarok itt fölhívni a figyelmet, hogy miért jobb a videó, mint az útrang. Ennél a képletnél erről beszélek majd, vagy ezt fogom mutatni a videó hátralévő részében. Itt semmilyen gondunk nincsen, ez vonalszerű képződmény, senki nem fogja félreértelmezni. De ugyanazt egy pár másodperccel később, mindjárt mutatom képen, itt, ha megnézitek, ez tiszta pontszerű. Tehát ez, amire azt mondja az ember, hogy a képben nem lehet visszaadni az útrangot, mert a legtöbb göböt meg lehet úgy állítani, hogy valami gyanús képetet tudjak benne látni. Tehát valójában azért kell az útrangnál a videóhoz, meg az élőhöz hozzászokni, mert hát a videó az minden szempontból a útrang kép fölött van. Tehát erre a részre lesz érdemes a hátralévő részében ennek a videónak figyelni. Ez egy lassított felvétel. Itt vagyunk, vonalszerű. Megyek tovább. És hát ez most nem tökéletes, kicsit pontszerűvé vált. Tehát gyakorlatilag ez lehetett az egyik, amiért azt gondolták, hogy ebben mikrokalcifikáció van. Meg itt is van egy ilyen jellegű dolog. Ha ennyi volt az első eset, nem tudom, érthető volt, amit mondtam.
Persze. De Tamás, ami ott pontszerű, de ha tovább mozgatod és elmegy vonalnál, akkor te megnyugszol, hogy ez jó. Az igen. De most alapszabály egyébként, tehát kétféle olyan ilyen intranoduláris ehogazdag figura van, a kötőszövet és ez a backwall figur, ahol az egyik legfontosabb sajátosság, hogyha egyszerre van jelen granuláció, tehát pontszerű és vonalszerű képződmény, az majdnem mindig a kötőszövetre vagy erre a backwall figurára jellemző. Tehát izoláltan ilyen pöttyöket nézni, hogyha az ember elfeledkezik a többi részéről a göbnek, akkor persze túl lehet értékelni, de ugye ez azon múlik, például a kötőszövetnél teljesen egyértelmű, hogy az ultrahang nyaláb milyen szögben éri. Hogyha pont merőlegesen kapja ezt a kötőszöveti rostot, akkor ilyen pontszerűnek tűnik, hogyha merőlegesen kapja el, akkor meg ilyen vonalnak. Most egy mikrokalcifikációt akárhogy kapom el, az nem lesz ilyen hosszanti figura. Tehát ha egyszerre van ilyen fényes fehér vonal és ilyen pötty, tök mindegy, hogy ciszta vagy nem ciszta, az gyakorlatilag vagy kötőszövet, vagy ez a backwall figura. Hogyha egyébként itt megnézitek a normálományt, látjátok a nyilat, amit mutatok? Igen. Jó, tehát ez is egy kötőszöveti váza, a normál pajzsnak ez a váza. Itt van egy hosszanti kis kötőszöveti rost, itt talán kicsit pontszerű, tehát normálisan így néz ki a pajzsnak a váza, ugye minden szövetünk, akármiről van szó, a kötőszövet jelenti a vázát, csak mondjuk, hogyha kifejezettebb, akkor lehet ilyen nagyon fényes. Tehát ez egy normál dolog, ez senki nem esik kétségbe, de amikor a göbön belül találunk ilyen pöttyöket, akkor ott előfordul túlértékelés. Hát ez volt az első eset.